Régi adósságát törleszti az önkormányzat, amikor a II. Világháború vecsési polgári és katonai áldozatainak emléket állít. Az emlékmű alapkőletételi ünnepségét május 20-án délután tartották az Erzsébet téren. Emlékművet állítunk azoknak a vecsésieknek, akik a II. Világháborúban életüket áldozták. Felvetődik a kérdés, miért most, miért 60 évvel később. Mindenki előtt ismeretes, hogy a II. Világháború után, a szovjet elnyomás időszakában az akkori párt, állami párt nem engedte, hogy a lakosság, a nép emlékezzen az áldozatokra, nem engedte, hogy emlékműveket állítson. Ezt pótoljuk most. Íme a nevek. Női áldozatok Barát Imréné, Benke Győzőné, Bőszné Horváth Katalin, Fodor Béláné, Ponti Istvánné, Mühlbacher Jánosné, Özvegy Langmár Józsefné, Özvegy Palatinszky Miklósné, Pap Jánosné, Rigler Lászlóné, Szabó Jánosné, Szaradics Teréz, Özvegy Szejp Lajosné. Gyermekek: Bauer József, Búzás József, Farkas József, Füzesi Gyula, Horváth Mária, Kaldenekker Irén, Rajnyák János, Kravec Erzsébet, Langmár József, Magyar Mária, Maranez Gábor, Pfeffer Erzsébet, Rudolf Károly, Simon Margit, Szaradics Anna, Tomasovics Gábor. Civil férfiak: Albert József, Androvicki Jenő, Babilla Mihály, ifjú Babotai István, Besze Ferenc, Bejtelbek József, Blaskó József, Bíró Imre, Kovák István, Bősz Ferenc, Dobrovolni Pál, Ek Lajos, Ejzen Mihály, Éles József, Erdélyi János, Farkas Sándor, Fodor József, Grezinger Antal, Herr Mihály, Hidvégi János, Jugovics Péter, Kemencei István, Krausz Ádám, Krausz István, Krausz János, Kravec Ferenc, Lachmann Ferenc, Langmár József, Ríbe Márton, Lőrinc István, Perényi Ferenc, Sajtos József, Sipos Sándor, Svec Pál, Szabó Félix, Szabó Kálmán, Szalontai Vince, Tavasi Lénár, Takács Menyhér, Varga Dániel, Betrák Pál, Dinkó Mihály. Ősi halottak: Apró Antal, Belik György, Berényi Ferenc, Bertus István, Blaskó József, Cseh József, Góci János, Gucon Béla, Kornok Vince, Rovati Jenő, Rutka János, Kaluka János, Képes László, Kis János, Krausz Nándor, Krista József, Krejsz János, Lőrinci József, Moravec János, Rédei Pál, Rumfrigyes, Rumf Károly, Sólyomvári Károly, Schiller Antal, Ifjú Sutus Pál, Süki István, Szombathelyi Elemér, Tihi Antal, Varga Lajos, Vámbélszky Gyula és Zsobrák Béla. Nyugodjanak békében! Ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az emlékezésnek ezen a helyén, ahogyan a felállítandó emlékmű a máig nyitott sebként véző múltra emlékeztet, megváltó Urunk, a Teremtő és gondviselő Urunk szeretetéről van.
és a múlandó élet és halál után örökké tartó életre támaszt fel. A második világháború mártírjai az emberi hatalomvágy áldozatai voltak, és élet áldozatokkal sem tudták azt a szabadságot kiharcolni, ami még ma is előrendő 20. század háborúiban, különösen is a második világháborúban, hazánk és népünk szabadságáért és nemzeti egységünkért életüket feláldozó honfitársainkat, akiket ő saját képére teremtett, akiket megváltott az örök halálból szent fia élet áldozatával, akiket ő megszentelt lelkének ajándékaival. Hiszen az örök élet, a föltámadás és a bűnbocsánat az, amelyet ez áldozat adhat minden benned hívő ember számára. Ha elhallgató, messzi távolból fegyverek ropogása hangzik, ha elhalkul a csata zaja, emberi jajok, sóhajok, jaj Istenemnek, örgés, majd néma csend remegteti meg lelkünket. Közénk tartoztak, községünk lakói voltak, családjaink tagjai voltak, jó barátok, édesapák, testvérek, gyermekek, unokák, akiknek nem jutott, szenvedő nem jelölte sírját kereszt, nem állt ott imádkozva hitves vagy szülő. Imádkozz, mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, s ne vigy minket kísértésnek, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökkön örökké. Juhász Gyula, halottaink. Távol mezőn és dombon és hegyen alusznak ők, és sírjuk jeltelen. És tenger mélyén, és sivatagon, és nincs kereszt fölöttük, nincs halom. Négy anyaszélnek minden tájai látták harcolni őket, s hullani. Így aratásod nem volt, s ne legyen öreg kaszás e földi téreken. S míg annyi gaz és annyi gyom maradt, elvittél sorra szépet, fiatalt, 20 éves lángészt, férfit, aki épp, és nem pótoltad őket semmiképp. Két kézzel vágtál rendet, s rend helyett csak gyász, nyomor és ínség született.